Köszöntöm a kedves nézőt! Most a 7. videót az ünnepek előtti készülődésre szánjuk, és arra, hogy átgondoljuk, hogy milyen folyamatokat élünk meg. Mert úgy látom, a legutóbbi kutatások szerint is, hogy mi hiába próbáljuk a kis magyar közéletben helyre tenni a dolgokat. Hiába próbáljuk a magyar tudósok életét tisztába tenni, megismertetni az emberekkel. Hiába próbáljuk a történelmi eseményeket rendbe tenni, és tisztába tenni mindezeket a folyamatokat, hogyha nem látjuk azt a nagy globális folyamatot, aminek részesei vagyunk. Tehát én azért próbálom most ünnepek előtt azt a nagyon nehéz kérdést itt önökkel megbeszélni, hogy a kereszténység és benne a magyar kereszténység milyen jövőre számíthat. Azért próbálom, mert ez része egy nagy globális folyamatnak, amit meg kell értenünk, és aminek a fényében sokkal tisztában tudjuk látni azt, ami velünk történik, és ami Európában történik. Ezért adtuk mi ennek a videónak azt a címet, hogy keresztény karácsony, vagy keresztény holokauszt. És lehet, hogy önök ezen nagyon megdöbbennek, hogy ilyen szavakat használunk. De remélem, hogy a videó végén mindenki előtt világossá válik, hogy miért is kapta ezt a címet, ez az előadás. Hát vegyük először azt a helyzetet, amit mindenki tapasztalhat, és most a nagy ünnepi előkészületekben, a nagy vásárlások közben belépve egy bevásárlóközpont előterébe, előcsarnokába, mit lát? Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt még a kis Jézus betlehemi jászola fogadta, de lehet, hogy már akkor sem. Most pedig mi fogadja? Az amerikai Mikulás bácsi, inkább télapó szánkóját látjuk, a jól megtermett télapó bácsival. A rénszarvas húzta szánkót, ami tele van csomagokkal, de ezek a csomagok mind üresek. Tehát Jézus személyét kicserélték az amerikai télapó bácsival. Mit jelent ez? Azt, hogy megváltoztatták az utolsó pár évtizedben a karácsony tartalmát. Nekünk még a Jézusi betlehemi jászolt jelentette, most már az amerikai bevásárlóközpontokat jelenti. Ebből induljunk ki, és ebből próbáljuk végigkövetni azokat az eseményeket, amik bennünket, keresztényeket értek, és aminek az elszenvedői voltunk. Tehát a kereszténység kezd kiszorulni az életünkből, és kezd kiszorulni az ünnepeinkből. És ennek mik a jelei? Hát vegyük sorra. Az utóbbi évtizedben, főleg az utóbbi években templomgyalázások sorozata történik Európában, és itt én pontos adatokat fogok idézni Bencsik Andrásnak a sajtóklubban elhangzott beszámolójából, ami április 29-én történt, hogy egy kicsit átgondoljuk a folyamatokat. Az elmúlt egy év során hangzott el, 27 templomot, keresztény templomot gyújtottak fel Franciaországban.
2008-ban még csak 129 keresztény templomot, 2018-ban 1000-nél több keresztény templomot szentségtelenítettek meg. Tehát nem csak felgyújtották, vagy nem felgyújtották, hanem meggyalázták, bemocskolták, vagy valamilyen rombolást végeztek benne. Németországban több mint 100 templom ellen támadtak 2017-ben. Hozzáteszem, keresztény templom ellen. Csak Bajorországban 200 keresztény templomot támadtak meg az utóbbi időben. Ausztriában idén nem volt nagypéntek, a nagypéntek munkaszüneti nap, mert többek érzékenységét sérti. Kiknek az érzékenységéről lehet szó? Hát a legnagyobb vallások képviselőinek és híveinek érzékenységéről, a muszlim vallás és a zsidó vallás híveinek az érzékenységét sértheti ez. De emlékeztessünk arra, hogy Nyugat-Európában úgy hallottam, Belgiumban még a betlehemi jászol felállítását is megtiltották bizonyos városokban. És mindehhez tegyük hozzá azt, hogy 2019 nagy hetén, április 15-én leég a Notre Dame Párizsban. És hogy mi okozhatta azt a tüzet, amelyik egy 800 éves épületet, amely teljes épségében állt még, megfosztott a tetőzetétől, azt már 90%-ban bebizonyítottan terrorista, előre eltervezett terrorista cselekmény okozta, amely terrorista cselekmény előkészítésében nagy valószínűséggel részt vett a hivatalos politikai vezetés is Franciaországban. És ehhez a szörnyűséghez még tegyük hozzá azt is, mert a továbbiakban majd önök is belátják, hogy ez fontos, hogy mielőtt kigyulladt volna a Notre Dame tetőzete, a huszártorony szenteket ábrázoló szobrait elszállították restaurálásra. De ezeket a szobrokat úgy szállították el, hogy lefejezték. Tehát fej nélkül szállították el. A lefejezés, mint kivégzési mód, ugye a nagy francia forradalomban általános volt a giotinnal. Ez is érdekes adalék. És mostanában, az utóbbi években ugyancsak nagyon sok hír szól arról, hogy bizonyos helyeken ismeretlen tettesek európaiakat lefejezéssel büntetnek. Vagy nem is európaiakat, hanem keresztényeket. A továbbiakban majd helyére kerül ez is. Kérem, akkor folytassuk tovább a gondolkodásunkat. Tehát Európában célkeresztben vannak a keresztény kultuszhelyek. Európában támadják a keresztény templomokat. Az egyik legfontosabb keresztény kultuszhely Párizsban Lángok Martaléka lesz. És mindehhez mit szól az európai politikai vezetés? Én egy olyan volt francia elnöknek a hivatalos megnyilatkozását idézem, akiről már itt szó volt, és akiről nagyon jól tudjuk, hogy az új világrend rendíthetetlen híve, és aki kijelentette, ugyancsak itt hangzott el, hogy bizony az új világrendet meg fogjuk valósítani, akár tetszik, akár nem. Ennek a zsidó származású és magyar kapcsolatokkal is rendelkező
Sarkozy elnöknek a 2012. január 26-i nyilatkozatát idézem. A keresztény kultuszhelyek megbestelenítése csak ostoba sátánisták műve. De a zsidó és muzulmán temetők elleni merényletek, antiszemita, rasszista megnyilvánulások és elfogadhatatlanok. Tehát ezeket fel kell derítenünk és megbüntetnünk. Tehát a keresztény kultuszhelyeket Sarkozy volt köztársasági elnök véleménye szerint lehet támadni, lehet pusztítani, de azokat meg kell büntetni, akik zsidó vagy muzulmán kultuszhelyek ellen támadnak. Meg kell jegyezni, hogy ezek a támadások elenyésző mértékűek a keresztény kultuszhelyek elleni támadásokhoz képest. Még egy nagyon fontos nyilatkozatra kell felhívnom a figyelmüket, ez pedig Barbara Lerner Spektrő, zsidó aktivista nyilatkozata, aki ebben a nyilatkozatában, amit önök is megtalálnak az interneten a név szerint, ebben a nyilatkozatában kijelenti, hogy mi zsidók fogjuk az európaiakat, az európai kultúrát multikulturálissá tenni. Az európai népeket multikulturálissá tenni. És ebben bennünket senki meg nem akadályozhat. Véghez fogjuk vinni ezt a tervet. Ki ez a Barbara Lerner Spektr? Amit mondtam, egy zsidó aktivista, hölgy, aki Izraelből költözött Svédországba, és ott megalapította a Paideia egyesületet, intézményt. Ennek a Paideiának az a feladata, hogy Svédországban terjessze a zsidó kultúrát. És ott a zsidó kultúrával kapcsolatos előadásokat tartson. Tehát a Paideia szó annyit jelent, hogy gyermekek tanítása. Ez az eredeti értelme, ez egy görög kifejezés, mert később aztán módosul az értelme, de mindenképpen a kisebb tudásúak emelése és tájékoztatását jelenti, emelését, tájékoztatását jelenti. Tehát ez a Barbara Spektr Lerner, ez azért került Svédországba valószínűleg, mert ő a svédeket alacsonyabb rendű tudású embereknek véli, és úgy véli, hogy csak a zsidó tudás tudja felemelni őket egy bizonyos szintre. Ennek a nyilatkozatnak a következménye nagyon sok hozzászólás az interneten, többek között az orosz ortodox egyház feje, Kirill Patriárka nyilatkozik erről a kijelentésről, és megmagyarázza, hogy mit is jelent a számunkra, keresztények számára Barbara Lerner Spektr kijelentése. Kirill Patriárka szerint a multikulturalizmus az a keresztény közösségek megsemmisülését jelenti, megsemmisítését, eltűnését, illetve a keresztény etnikum pusztulását. Kérem, nézzenek utána, ha idejük engedi, nehogy az a vád érjen engem, hogy én a saját nézeteimet terjesztem, és tévedésben vagyok. Tehát, amint a videó címe is bemutatja,
Itt a kereszténység elleni totális támadásról van szó. De hát mi is az a kereszténység? Ezt megint csak tisztáznunk kellene, mert itt is nagyon sok a félreértés. Én a kereszténységet úgy magyarázom, és olyan értelemben használom, hogy Jézus tanításainak és Jézus életének a követése. És én úgy tudom, hogy ez az eredeti értelmezése is. De hát mit jelent az, hogy Jézus tanításai és Jézus élete? Ez azt jelenti, hogy a mi hitünk szerint, akik az egy teremtő Istenben hiszünk, a mi hitünk szerint ennek a teremtő Istennek az akaratát, a törvényeit, a létigazságokat csak úgy tudjuk megismerni, hogyha Jézus tanításait követjük. Mert azok a tanítások, azok a törvények, amelyeket a Teremtő Isten az emberiségnek adott, csak így kézzel foghatóak, különben félrevezethető az ember, különben tévedhet. Tehát Jézus, mint a Teremtő Isten akaratához vezető tanítások hirdetője, neveztetik a Teremtő Isten fiának. Tehát ő egy közvetítő az Isten felé. És itt van a nagy különbség a judaizmus, a zsidó vallás és a keresztény vallás között. Mert a judaizmus, amit a zsidó vallásnak is nevezhetünk, és most nagyon szívesen kapcsolják össze a keresztény vallással, így, hogy zsidó-keresztény vallás, ami nincsen. A judaizmusban a Teremtő Isten csak úgy ismerhető meg, hogyha a hívek követik a szent könyvek parancsolatait. Most a szent könyvek parancsolatait, ugye Mózes törvényeit, azt a 613 törvényt, amit ők emlegetnek, amik a könyveikben megtalálhatók, és a Talmudot, amelyben a szóbeli parancsok leírása található. Ezeket ugye emberek írták le, bár azt mondják ihletett állapotban, de mégiscsak emberi közvetítéssel jut el hozzánk. De akkor mi a garancia arra, hogy azok valóban a Teremtő Isten törvényei? Tehát hogy ismerhető fel a Teremtő Isten a judaista tanítások szerint, hogy ismerhetők meg az ő törvényei? Tehát valószínűleg úgy, hogy megfigyeljük, hogy az ő hívei hogy cselekszenek. Tehát a zsidó nép hogy viselkedik, hogy cselekszik. A zsidó nép, amelyik ennek az ő teremtő istenének az akaratát cselekszik. Tehát a zsidó isten, a zsidó nép cselekedetei alapján ismerhető meg. Akkor most gondolkozzunk el rajta, hogy mi a különbség Jehova és a keresztények istene között. Tehát a kereszténység, amelyik ezek szerint, a tanítások szerint is teljesen más, mint a zsidó vallás, a kereszténység alapja, és ezt sokan beismerik, a szeretet. Ez a szeretet vallás, csak hogy hát itt a szeretetről is nagyon sokat kellene beszélni, mert ezt a fogalmat is már nagyon
elferdítették. A szeretetet most csak úgy próbálják magyarázni és rákényszeríteni az emberekre, hogy valami majom szeretetről van szó, amelyik mindig kedvezni köteles a másiknak, bármilyen áron is. A szeretet nem ez. A szeretet egy olyan kapcsolat, amelyik mindig a másik érdekét helyezi előtérbe, de nem a másiknak a közvetlen érdekét, hanem azt az érdekét, amelyik őt emelni tudja, és amelyik az életét is biztonsággal, biztonságba helyezi. Tehát példákkal élve, például a szülő, a szerető szülő, aki azt látja, hogy a gyereke kiszalad az úttestre a labda után, a 150. szóbeli figyelmeztetés után is, és a gyerek nem hallgat rá, bizony a 151. alkalommal megpofozza azt a gyereket. Fájdalmat okoz neki, hogy megjegyezze, hogy soha többé azt már nem szabad úgy tennie, ahogy eddig tette, mert az élete veszélyben van. Tehát a szeretet mindig a távlati érdekét szolgálja a szeretett személynek. Tehát például figyelmeztetni kell azokat is, akik nagy bűnöket, vétkeket követnek el, még akkor is, ha az kockázattal jár. Nagy véteknek számít a másik megrágalmazása is. A legkényelmesebb módozat az lenne, hogyha a megrágalmazott visszahúzódna a kis sarkába, szobasarkába, és várná, hogy majd az élet helyre teszi ezeket a dolgokat is. De a keresztény embernek nem ez a feladata, hanem az, hogy odaálljon a rágalmazó elé, hiszen a rágalmazás és a hazugság bűn, és szemébe mondja a vétkezőnek, hogy mit tett. Ez bizony kockázat. De ettől kezdve a vétkező beláthatja, hogy rosszat tett, és beláthatja, hogy többé azt nem teheti. Igaz, hogy nagyon kellemetlen perceket kell mindkettejüknek átélni, de ezzel az isteni törvénynek tettek eleget. Az egyik talán belátta, hogy mit nem szabad tennie, a másik meg hozzásegítette a másikat, hogy rosszul cselekedett. Tehát a szeretetnek nagyon sok féle mozzanata van és megnyilvánulása, és itt hagyj emlékeztessek arra, hogy a mi nagyszerű Szent Korona elméletünk, az állam szervezési mód, ez mind ennek a szeretett tanításnak a megnyilvánulása. Mert a vallásfilozófusok szerint ugye az emberi lét célja az, hogy itt a Földön mindenki számára egy emberi méltóságú és emberi boldogságot lehetővé tevő környezetet alkosson, teremtsen. De ezek a megnyilvánulások, ezek többfajta kapcsolatrendszerben történnek. Tehát a szeretet az mindig kapcsolatrendszer.
ember-ember közötti, ember-természet közötti és ember-Isten közötti kapcsolatrendszer. Az első, ami a legfontosabb, az a vérségi kapcsolatrendszer, tehát ott kell megnyilvánulnia, nyilvánvaló, a családban, a rokonságban. A második, a baráti, a már nem vérségi kapcsolatrendszer, a baráti, a lelki testvérség, az önként vállalt áldozat a harcostársért, a lelki barátként választottért, a harmadik pedig a környezetért, a szeretettel gondozott környezetért való áldozat, ami annyit jelent, hogy az isteni törvények értelmében annyit jelent, hogy az ember úgy gondozza a környezetét, hogy az a környezetének is hasznára váljék, és önmagának is hasznára váljék. Hadd idézek itt egy nagyon kedves irodalmi művet, ez a Saint-Exupéry kis hercege, amelyben ez a kapcsolat, a természeti környezet és a természeti környezetet birtokló ember között nagyon szépen ki van fejtve. Tudjuk, hogy aki ismeri ezt a kis történetet, a kis herceg egy távoli kis bolygóról érkezik a Földre, és itt aztán Saint-Exupérynek, aki a történet főszereplője, elmondja, hogy ő ennek a kis bolygónak olyan birtokosa, hogy mindig azt tartja szem előtt, hogy a kis bolygóját rendbe tartsa. Tehát ezen a bolygón nincs csak egyetlen egy kicsi vulkán, amit ő minden nap kitisztít, hogy jól működhessen, és van egy egyetlen szál rózsa, amelyik az ő társa, és ő ezt a szál rózsáját is minden körülmények között óvni, gondozni igyekszik. Tehát ez a szeretet kapcsolat, tehát annyit jelent, hogy a birtoklás egyben a környezetről, a birtokolt tárgyakról és környezetről való gondoskodás is. Ez a harmadik szeretet kapcsolat tehát. A negyedik szeretet kapcsolat pedig az Isten és az ember közötti szeretet kapcsolat, amely azt jelenti, hogy én nem igyekszem az Isten székébe ülni, nem tartom magam az Istennel egyenlőnek, belátom, hogy a teremtett világ nem az én művem, és ezért tisztelem őt, és tisztelem a törvényeit. Tehát ennyit a szeretetről, ami, mondom, a mi Szent Korona tanunkban van a leginkább és a legtökéletesebben kifejtve, amely alapján kimondhatjuk, hogy az összes társadalomszervező, államszervező elmélet közül a legtökéletesebb. Majd talán a későbbiekben erre is ki tudunk térni, de most térjük vissza a kereszténység jövőjét képező úgynevezett Noahita törvényekre. Mert a kereszténység jövőjét leginkább ezek a nagyon kevesek által ismert törvénykódok veszélyeztetik. Mit tudunk mi erről a Noahita törvény tervezetről? Ez annyit jelent, hogy a Noénak adott, Isten által Noénak adott törvény tervezet.
erkölcsi törvényekről van szó természetesen, életvezetési törvényekről. Noéról azt tudjuk, hogy a nagy özönvíz után, ami az emberiséget elpusztította, Isten által pusztította el, mivel letértek az Isten által embernek rendelt útról. Noénak adott törvényekről van szó. Noé volt az egyetlen megmentett család, Isten által megmentett család a Földön, és a szövetség jele, ezt is tudjuk, a szivárvány, és ez a Noé féle törvénytervezet képezné a noahita törvényeket, ami viszont nem így van. Ez fönn sem maradt a keresztény hagyományban, tehát a Bibliában nem így szerepel, mint noahita törvénytervezet, és egészen más törvény, egészen más szövegkörnyezetben, mint ahogy ezt a továbbiakban megismerjük. Ugyanis ezek a törvények a rabbinikus, júdaista irodalomban maradtak csak fent a Talmudban. Tehát ezek talmudista örökségek. Miért érdekel ez bennünket? Ha ez a zsidó örökség, akkor csak a zsidó népre kéne, hogy vonatkozzon. Csak hogy ez nem így van. Mindjárt önök is megértik, hogy miért nem. Térjünk most 1951-be vissza, és az USA-ba, az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokban 1951. január 17-én a Lubavitchi zsidó felekezet, ez egy zsidó felekezet, főrabbijának választják Mendel Schneerson rabbit. Őt a hívei a zsidó messiásnak nevezik. Arról már szó volt, hogy a zsidók, ugye Jézus nem fogadták el messiásnak, ezért kivégeztetik a római törvényszékkel, és azóta sem érkezett el hitük szerint a zsidó messiás, de a Lubavitchi szekta szerint mégiscsak létezik egy, ez pedig Schneerson rabbi. És hát miért érdekel bennünket ennek a szektának a rabbia, főrabbia, aki állítólag messiás? Hát azért, mert ő volt az amerikai elnökök tanácsadója évtizedeken keresztül, 2002-ben bekövetkezett haláláig. Mit tudunk erről a zsidó szektáról? Ez egy olyan haszid mozgalom, amelyet kabbalista, okkultista elméletek is átszőnek, és része a talmudista tanításoknak. Ez a zsidó rabbi tehát bejáratos a Fehérházba, és Nixon elnök óta minden amerikai elnöknek a tanácsadója. Milyen következménye volt ennek az amerikai politikai életre és az amerikai törvényhozásra? Hát például Ronald Reagan arra beszéli rá Schneerson rabbi, hogy az amerikai törvényhozásba hozza be azokat a bizonyos noahita törvényeket, amelyeknek semmiféle eredete nem található meg a keresztény Bibliában, a kereszténységben, hanem egyértelműen talmudista örökség. Most mit tesz Ronald Reagan?
A rabbi kérésére 1982-ben április 4-ét a hét Noahita törvény emléknapjának nyilvánítja, azaz az amerikai nemzet emléknapjává tette. Tehát egy zsidó talmudista törvénytervezetet. Ezt tovább fejleszti az idősebb George Bush elnök, akinek ugyancsak tanácsadója a Shneerson rabbi, aki 1991. április 20-án elfogadtatja a Public Law 102/14 számú törvényt, amely a Noahita törvényeket, a hét Noahita törvényt az amerikai törvényhozás részévé teszi. Tehát a törvények közé beiktatást nyer ez a hét Noahita törvény. Meg kell jegyeznünk, hogy az eredeti amerikai alkotmány szigorúan tiltja mindenfajta vallás tantételeinek a törvénybe iktatását. Ennek az elvnek a kijátszásával történt meg a Noahita törvények bevezetése az Egyesült Államokban. Az ifjabb Bush még tovább megy. Ő ugye George Bush fia, aki 2001-től 2009-ig volt amerikai elnök. Ő 2002. március 26-án fogadást rendez a rabbi 100. születésnapja alkalmával, és kötelességévé teszi, tehát saját maga vállalja, hogy a világon mindenütt el fogja terjeszteni a hét Noahita törvényt, azaz Amerika politikai és gazdasági súlyát veti latba azért, hogy minden állam törvényhozásába ezek a törvények bekerüljenek. Önök még azt is mondhatnák, hogy hát lehet, hogy ezzel jót akartak tenni. Lehet, hogy ezek a törvények olyan nagyszerűek, olyan nagyszerű erkölcsi törvények, hogy ezt tényleg minden állam törvényhozásába be kellene vezetni. Hát akkor most nézzük, hogy melyek ezek a törvények. Tehát még egyszer mondom, a keresztény hagyományban ezeknek nincs ilyen, nincs nyoma. Nézzük tehát, minek van nyoma a keresztény Bibliában. Hát Mózes törvénykönyveiben, a 2 Mózes 9.11-ben szó van a Noénak adott törvényekről. Három törvény szerepel itt. Az első a szaporodjatok és sokasodjatok, a második pedig a vér az élő testtel nem fogyasztható. Ugye ez annak a következtében került be az isteni törvények közé, mivel hogy a vízözön után lett megengedett az állatok fogyasztása az emberiségnek, hiszen kipusztult a növényzet. A harmadik törvény pedig az, hogy számon kérem a kiontott vért az emberen, tehát a kiontott embervért a gyilkoson, tehát az embergyilkoson. Tehát itt ez egyértelműen az emberi gyilkosságok tilalmára vonatkozik. Na most meg kell jegyeznem, hogy ezekből a törvényekből, tehát ebből a három törvényből, ami a Bibliában szerepel, az első teljesen eltűnik a Noahita törvénytervezetből. Tehát a szaporodjatok és sokasodjatok. Ez sehol nem jelenik meg. Viszont ki van egészítve más törvényekkel, ami állítólag az Ádámnak adott törvényekből került át a Noahita törvénykódba. De hogy jelenik meg a rabbinikus judaizmusban, a rabbinikus judaizmus értelmezése szerint
ez a hét noahita törvény. Én ezt az Ahavat Izrael rabbinikus honlapról másoltam ki, a következőképpen szól. Az Isten parancsolatait illetően az emberiséget két külön osztályba soroljuk. Ezek Izrael gyermekei és Noé gyermekei. Az előbbiek a zsidók, Jákob pátriárka gyermekei, nekik kötelező betartani a 613 parancsolatot. Noé gyermekei a pogányok, amelyek a világ 70 nemzetéhez tartoznak. Na most itt valami azért kézzelfogható. A világ gyermekei, a pogányok, amelyek, ezek tárgyak. Ezt így kellene fogalmazni, hogy akik. Tehát a világ gyermekei, a pogányok, akiknek a törvénye, a hét noahita törvény, nekik ezek lettek parancsolatként megadva. A hét noahita törvény pedig a következő. Első a bálványimádás tilalma. Második a káromkodás és Isten neve elleni beszéd tilalma. Harmadik a gyilkosság tilalma. Negyedik a rablás és lopás tilalma. Ötödik a vérfertőzés tilalma. Hatodik a jogi rendszer és törvényszék felállításának kötelessége. És a hetedik az élő állat húsának és vérének fogyasztása. Tehát ugye az első Noénak adott törvény kimaradt ezekből. A bálványimádás tilalma első helyre került. Majd meglátjuk, hogy mi értendő bálványimádáson. A második a káromkodás és Isten neve elleni beszéd. Hát ez érthető, hiszen a káromkodás az az Isten és a teremtett világ elleni beszéd, tehát rombolja a teremtett világ szellemét és épségét. A harmadik a gyilkosság tilalma ugyancsak érthető, és szerepel is a Noé-i törvényben. A negyedik a rablás és lopás tilalma is érthető, de hát ezeknek a fogalomnak a tartalmáról is nagyon sokat kellene beszélni. A rablás és a lopás az gyakorlatilag gyilkosságnak is betudható, mert ha valakinek az utolsó falat kenyerét elraboljuk, akkor azt meggyilkoljuk. Az ötödik a vérfertőzés tilalma, amelybe beletartozik az értelmezés szerint a tiltott szexuális kapcsolatok tilalma is, azaz a homoszexualitás is ebbe tartozik, amely Isten által adott természeti törvények ellen való. A jogi rendszer kiépítésének a kötelessége pedig ebben az értelmezésben azt jelenti, hogy a jogi rendszert és törvényszékeket a nem zsidó népeknek, tehát Noé leszármazottainak úgy kell kiépíteni, hogy az csak a zsidóság fennhatósága alatt történhet meg. Tehát a talmudi szellemben közölt noahita törvények így néznek ki, amiket minden állam törvényhozásába be kéne vezetni. Hogy magyarázzák ezeket a jogi szövegek, illetve a hivatalos kiadványok? Az Enciklopédia Amerikána így magyarázza. Az emberiséget megkötő törvények a talmudista zsidóság meghatározásában azokat a bibliai törvényeket jelenti, amelyeket Isten az Ádámtól Noéig terjedő időszakban adott az emberiségnek, mielőtt a Sínain kinyilatkoztatta akaratát Mózesnek. Tehát itt már látjuk, hogy valami zavar van, mert ezek a törvények gyakorlatilag
a Noé törvények azok nem Ádámtól kezdődnek. Az Encyclopedia of Judaism, tehát a judaizmus enciklopédiája a noahita törvények eredetét a babiloni Talmudhoz vezetik vissza. Tehát a noahita törvények a babiloni Talmudból erednek. A babiloni Talmud pedig tudjuk, hogy a legvérlázítóbb Jézus elleni kijelentéseket és szitkokat tartalmazza, és a babiloni Talmud tartalmazza a keresztények elleni halálos gyűlöletet is. Mert vannak olyan törvényei, parancsolatai, amelyek a keresztények kiirtására vonatkoznak. Most mivel magyarázza ezt a talmudista judaizmus, hogy a Noé-nak adott törvények és a zsidóknak adott törvények nem azonosak, mert tökéletesen elválasztja ezeket. Tehát a noahita törvények nem vonatkoznak a zsidókra. Tehát nekik ezeket nem kell betartani. Rájuk a 10 parancsolat, a 613 külön törvény, és a talmudi előírások vonatkoznak. Természetesen talmudista szellemiségben. Tehát mivel magyarázzák ők ezt? Ők úgy magyarázzák, hogy ezek a törvények, mármint a mózesi törvények, a 613 és a talmudi törvények a zsidóknak adattak, mert az isteni jelenlét csak a zsidókra ereszkedik alá. Ez a Berákot 7 Perá című könyvben, talmudi könyvben található. Így azt tartják, hogy a noahiták nem is emelkedhetnek fel a Tóra megtartásának szintjére, illetve csak akkor, ha felveszik a zsidó vallást, és mindenben alávetik magukat annak. Tehát mindenben alávetik magukat annak, mit jelent ez? Azt, hogy egy Isten hívő, tehát nem bálványimádó, azt, hogy elfogadja a zsidóságot, mint a zsidó Isten egyet, a teremtő Isten egyetlen papságát, azaz minden nép felett álló népességet. De önök most azt mondják, hogy mindez lehet, hogy talán a világ népeinek hasznot hozna. Tehát lehet, hogy jót tenne az, hogyha ezeket a noahita törvényeket mindenütt bevezetnék. Egyébként a zsidóknak az is a kötelessége a saját törvényeik szerint, hogy ezeket a világgal elfogadtassák. Hogy miért nem fogható fel így ez a törvénytervezet? Egyetlen egy eseményre hadd utaljak, ami mindent megmagyaráz. 2002. január 17-én Rómában a pápai főszeminárium előadó termében zsidó-keresztény párbeszéd zajlik. A január 17-i dátum nagyon érdekes, mert a Mesiásnak kikiáltott Schneerson rabbit is ezen a napon iktatták be a tisztjébe, és egyébként is a zsidó szektáknak a január 17-e az egy nagyon fontos nap. Mi történt tehát Rómában 2002. január 17-én? Kik voltak azok, akik részt vettek ezen a párbeszéden? Az római egyházkerület részéről kardinál Jorge Maria Mejía, Monsignor Rino Fisichella
és Róma város főrabbia Riccardo di Segni. Róma város főrabbia Riccardo di Segni ezen a párbeszéden a noahita törvényeket magyarázza meg a többi résztvevőnek. Nagyrészt ez a párbeszéd abból áll, hogy ő magyarázza a törvényeket. Egyébként Riccardo di Segni nevéhez még azt hozzá kell, személyéhez azt hozzá kell fűznünk, hogy ő a szerzője annak a kiadványnak, ami a legocsmányabb Jézus ellenes zsidó legendák gyűjteménye. Ennek a címe az Il Vangelo de Ghetto, azaz a Ghetto Evangéliuma. Toledot Jesu. Mit mondott, hogy magyarázza a főrabbi a noahita törvényeket? Szükségszerű tisztázni, mondja, a monoteizmussal kapcsolatos zsidó teológiát. Itt most ő a noahita első törvényre vonatkoztatva mondja ezt, az pedig a bálványimádás tilalma. Folytatom. A kérdéses pont annak megállapításával kapcsolatos, hogy miként egyeztethető össze Jézus istensége a monoteizmus fogalmával. Mert egy zsidó számára ez elfogadhatatlan. Más szóval, az a zsidó, aki keresztényé válik, megszűnik monoteistának lenni, mert felváltotta azt a bálványimádattal. Ha a noahita törvényeket szó szerinti értelemben vesszük, a vele járó halálos ítélet is érvényben áll azokra, akik a monoteizmus nézetei által tiltottnak minősített idegen isteneket imádnak. Önök ezt a szöveget megtalálhatják a Sodalicium Christiani Vitae katolikus kiadvány francia nyelvű változatának a 2002. júliusi számában. Az író Francesco Ricossa atya. Tehát mit mond a rabbi? A keresztények azzal, hogy Jézus istenségét vallják, Jézust Isten fiának nevezik, bálványimádóknak minősítetnek, a noahita törvények büntetése, mint főben járó bűnök büntetése, pedig a lefejezés. Tehát a talmudista értelmezés szerint, amelyben fönnmaradtak a noahita törvények, tehát máshogy nem lehet értelmezni, az, aki bálványimádó, tehát a keresztény, méltó a főben járó büntetésre, azaz a fővesztésre. És akkor most emlékezzünk vissza azokra a videó elején említett tényekre, borzalmakra, amik a kereszténységgel szemben az utóbbi időkben megtörténtek. Emlékezzünk azokra a lefejezésekre, amelyek az utóbbi években távoli területeken megtörténtek, hogy milyen hatásra következtek ezt be, és mi várható attól a cselekedettől, hogyha az államok a saját törvény tervezetükbe, a saját törvénykönyveikbe bevezetik a noahita törvényeket. Még egy valamit, hogy mondjak el önöknek, a noahita törvényekhez kapcsolódik ez is. A Jewish Encyclopedia, a zsidó enciklopédia, amit az előbb már említettünk, a következőt mondja a noahita törvényekről. A noahita törvények globális bevezetése előzi meg a Talmud
univerzális uralmát, a Talmud. Mit mond a Talmudról? A farizeizmus szülte a talmudizmust, amiben az ókori farizeusok szelleme él tovább, változatlanul. Tehát a Jézus idejében élő farizeusok szelleme él tovább a Talmudban, amelynek a globális uralma várható a noahita törvények bevezetése után. Mit mondott Jézus a farizeusokról? Eléjük állt. Nem biztonságos kis szobájából mondta el ezeket, vállalta a kockázatot. Azt mondta róluk, hogy ti az ördög fiai vagytok, és ti a ti atyátok akaratát cselekszitek, aki emberölő volt kezdettől fogva. Kérem, gondolják át, milyen világ vár a kereszténységre, ha megtörténik mindaz, amit itt az új világrend bevezetői terveznek. Köszönöm szépen!